Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szatmári Péter, rektorhelyettes a Kodolágyi Egyetemen. Kiemelt ügyekkel foglalkozik, és úgy tűnik, hogy itt a kampány kellős közepén egy picit kölcsön is adta az egyetem önt a fenntartónak. Tud-e erről mondani nekünk pár intim mondatot? Jól látszik az, hogy egy 54 napja működő pártról beszélünk, a Megoldás Mozgalomról. Én ugye a programtanács elnöke vagyok, tehát az én feladatom elsősorban a tartalom felépítése, gyártása. Kicsit formabontóak vagyunk, mert nem a hagyományos értelemben vett programot írjuk, amelyik több száz oldal, hanem apró darabokból, sok pici közösségből építjük fel azt a tartalmat, ami aztán április 3-ra teljessé válik, és egy egészé alakul. Van most már több mint 10 szakmai bizottságunk, amelyek dolgoznak, és folyamatosan találják ki az újabb és újabb kereteket ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Igen, de én amennyit ebből hozzáférhető, azt láttam, hogy semmi újat nem találnak ki, hanem tulajdonképpen az egyetemnek a hiszek egyét viszik, mintha egy olyan országot szeretnének, ahol a dédnagymamák is le tudnak a gép mellé ülni, el tudják intézni az ügyes-bajos dolgaikat, utolérik a dédunakát Kuala Lumpurban, mint hogyha az egész e körül, és egy ilyen társadalmi igazságosság körül forogna. Jól értem én ezt? Hát nagyon kevés az ideológia, és sokkal inkább olyan praktikus megoldásokban gondolkodunk, ami összeköti az embereket, és pont a számítógép, és csak egyszer fogom mondani a digitalizáció szót, az pont erre alkalmas, pont az az alap, ami a legkülönbözőbb rétegeket, társadalmi csoportokat, egyéneket, közösségeket köt össze, miközben nincs rokon a számítógépnek, eközben viszont egy olyan platformot teremt, aminek a segítségével az idősek és a fiatalok, az idősek egymással, és mindenki, aki minimálisan ért a online térhez, az alkalmas arra, hogy akár több száz kilométeren távolból is tudjon egymással barátkozni, kommunikálni. De ha már egyszer elmondta, hogy digitalizáció, akkor létezik ma a 2022-ben olyan induló párt, akinek ez nem lenne a programjába előkelő helyen? Én azt gondolom, hogy mindenki beszél róla, de mindig a megvalósítás a kérdés. Tehát, hogyha mi azt mondjuk, hogy szolgáltató állam, akkor abból indulunk ki, hogy az államnak valóban a legtöbb platformot meg kell teremteni ahhoz, hogy a nyugdíjastól a csecsemőig mindenki képes legyen arra, hogy az ügyeit elintézze. Hogyha azt mondjuk, hogy közbizalom és jólét, akkor törekedni kell arra, hogy a bizalom, a szív, szabadság, bátorság együttese valahogy a digitalizáción keresztül mindenkihez eljusson. Önbizalmat kéne adni az embereknek, és valahogy úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben talán széttöredeztek azok a társadalmi hálók, amelyek korábban viszonylag jól működtek, és a digitalizáció például arra alkalmas, hogy különböző generációkat meglepő módon összekapcsoljon, és feloldja azt a bizalmatlanságot, ami láthatóan azért jelen van. De beszélhetünk az egészségügyről, oktatásról és minden más területről. Ez mind így van, de a digitalizáció mai helyzetének egyenes következménye, hogy egyszer kell nekem megtalálni egy hajszálamat, vagy egy csöppet a vizeletemtől, és akkor megvan a DNS-em, és akkor én mindenfelé követhető vagyok, és beazonosítható vagyok. Tehát a digitalizáció előre nyomulásának következményeképpen itt van egy rossz példa, az NSO, tulajdonképpen olyan Orwell 84-es időkben megyünk át, tehát ha a digitalizáció nem ellenőrzött, nem szuperül betartva a legkülönbözőbb GDPR-okat és egyebeket, akkor ez egy érdekes eredményt hozhat. Én nem, éppen ezért gondolom azt, hogy ez alapvetően segítségként funkcionálhat, és nem egy ilyen globális ellenőrző rendszerként. Tehát nem egy globális terrorállam alakul ki belőle? Nem, hát pont azt gondolom, hogy amilyen formában mondjuk
az én általam is képviselt mozgalom ezt gondolja, az pont az átláthatóság meg a szenzibilitás körül mozog. Tehát, hogyha vannak olyan folyamatok, amit az állam tevékenységébe kideríthetetlen és feloldhatatlan, akkor ezeket valahogy ellenőrizni kéne, és a digitalizáció erre alkalmas. Az egy másik kérdés, hogy az egyén szabadságát hogyan lehetne még jobban védeni. Pont ezért vagyunk mérsékelt szabad elvűek, hogy valami fajta arányt találjunk egyébként a technológia és a fenntarthatóság között. Mondjuk életet lehet menteni azzal, hogyha jön egy mentő és csak megszúrják az ujjamat, és akkor egy perc alatt tudják, hogy mikor, hol, mi történt velem, mire vagyok allergiás, hogy lehet megmenteni, hogy nem. Ez is a digitalizáció szerves része. Természetesen ez is, de az is, hogyha valakinek nehézséget okoz az, hogy otthonról elinduljon, vagy más különböző okokból otthonról szeretne dolgozni, akkor teremtsük meg azokat a platformokat, hogy akármilyen korban, korosztályban él, akár nyugdíjas, akár középkorú, akár fiatal, akár otthonról is tudjon. Tehát a jóléti társadalom alapja kell, hogy legyen, hogy akkor is, ha az ágyamból ki sem mozdulok, elérjem az egész világot? Én azt gondolom, igen, illetve van még egy nagyon fontos, ugye, ami már inkább az oktatás felé viszi fel el a mi történetünket is, hogy ez az adathalmaz, ami körbevesz minket, ezt hogyan is miképpen használjuk. Tehát hogyan tudunk benne valami fajta rendet teremteni. Tehát olyan nyilvánvalóan kell egy platform, kellenek tartalmak, kell az eszköz, és kell a tanár, én mindig azt mondom, tehát kell az a mentor, aki segít abban, hogy megtaláljuk a megfelelő utakat. Ilyenkor kampányok idején ezerszer át kell gondolni, hogy az embernek milyen szó hagyja el a száját, de nekem úgy tűnik, hogy Dafke ennek a pártnak, egyesületnek, Isten tudja, hogy kéne nevezni, azért valamit letett az asztalra, mégpedig azt úgy hívják ómagyarul, hogy mecenatúra. Tehát itt azért már az asztalon van az, hogy nem pénzt kér az államtól, hanem adni szeretne. Egyrészt ez is, másrészt én azt gondolom, hogy önmagában azt tartjuk már most sikernek 54 nap után, hiszen december 24-én jegyezték be a pártot, hogy a mentalitás, mert a gondolkodásváltás felé elindítjuk mondjuk a magyar társadalom azon részét, amelyik eddig mondjuk nem annyira akart foglalkozni a politikával, vagy mérsékelten foglalkozott a politikával. Néhány ilyen kulcsgondolatot ebből. Egyrészt hogyan gondolkodunk a politikus személyéről, mit gondolunk a politikáról, mit gondolunk arról, hogy a közpénz mire való, azt mire használjuk, hogyan lehet értelmesebben elkölteni, és egyáltalán milyen a közösség és az egyén viszonya a jelenlegi magyar civilizációban és a kulisszisztémában. Áruljon nekünk valamit a kulisszatitkok közül. Valamelyik nagy párt folytat-e megbeszéléseket ezzel a párttal? Igazából nincs különösebb érdeklődés, mi járjuk az utunkat, és azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mi nem véleményezzük és nem minősítjük se A, se B oldalt, hanem egy picit technokrata, kicsit célszerű, kicsit megoldás-centrikus módon próbálunk okos válaszokat adni, és ráadásul ugye van egy országjárás dilemmánk is, tehát folyamatosan mozgunk és beszélgetünk az emberekkel, és abból az látszik, hogy nyitottak erre a megoldás-centrikus nézőpontra. Hol tartunk a felvételikkel? Ugye holnap éjfélig lehet jelentkezni, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek célszerű még egyszer egy nagy levegőt venni, és megint azt mondom, hogy a 0 évestől egészen a 100 évesig, vagy még idősebbig, meg mindenkinek nyitva az ajtó, és végig kéne gondolni azt, hogyha mondjuk a Kodolányi János Egyetemet választja, ahol 3 felsőfokú szakképzés, 3 mesterszak és 12 alapszak van, és ezen kívül számtalan szakirányú továbbképzés, hogy hogyan is merre felé tanul. Mindenkit biztatnék arra, hogy még egyszer nézzen körül, akár fusson el az intézménybe, nézze meg a honlapot, alkalmas most már az online tér arra, hogy az ember bekukucskáljon egy órára, megnézze, hogy kik tanítanak, milyen tartalmak vannak, és mindenféleképpen érdemes elkezdeni újra tanulni, vagy megint tanulni, vagy egyáltalán tanulni, mert folyamatosan szükség van rá. A minap egy terapeuta ismerősömmel beszélgettem, és azt mondta, hogy az emberek karbantartásához, az autóhoz, meg a műszaki dolgokhoz hasonlította az embert. A legjobb karbantartási eszköz az állandó tanulás, tehát ne csak a bőrünket kenjük be, hogy fiatalabbnak tűnjünk, ne csak a vitaminokat vegyük be, hanem az agytekervényeinket is mozgassuk egy kicsit. Azt mondta, hogy a keresztmetvény jó, de azért az nem elég. Na most önnek a személyes fejlődése volt, és ezzel az összes, akkor még rektorként dolgozott, de hát mint rektor helyettes és a
különböző dolgokért felelős, változatlanul ez a number one-ja az idős korosztály szellemi karbantartása. És ez a küldetésünk megvan nem csak abban az értelemben, hogy Senior Akadémia működik, és együtt a 13. kerülettel ezt, és ugye nem csak a 13. kerületben, a másik két kampuszon, akár Székesfehérváron, akár Orosházán csinálja az egyetem, hanem úgy gondolom, hogy most már egyre több, nem csak gondolom, látom, és egyre több olyan szépkorú van, aki beiratkozik a normál képzésre, és akár 60-70-80 évesen is elvégez egy alapszakot, egy nemzetközi tanulmányokat, egy történelmet, de akár egy gazdálkodásmenedzsmentet is. És tulajdonképpen ők már ezeket a tanulmányokat nem csak magáért, a diplomáért, hanem a szélesebb világnézetére, a mindennapokra való megoldásért. Ez így van, és én azt gondolom, hogy az egyetem közösségének része mindenki. Épp úgy a nappal is, a levelezős és a szépkorú is. Szombaton este, a szombat kimenetel után az Erkel Színház vendége voltam, ahol egy 90 esztendős művészt, rendezőt ünnepeltek. És nagyon érdekes volt, mert a közönség is közel volt a 90-hez, és mellettem egy házaspár beszélgetett egy komputerprogram megoldásáról, és egy pillanat azt hittem, hogy egy egyetemi előadó teremben vagyok, és nagyon kedvesen hátrafordultam, és csak az életkoruk után érdeklődtem. A bácsi 98 volt, a néni 95. Fantasztikus. Szerintem a szellemi frissesség az örök, tehát igazából nem korhoz kötött, és igazából azt látom, hogy a 18-20-30 évesek is ugyanolyan lelkesedéssel ülnek együtt, és dolgoznak együtt ezzel a korosztállyal, és ez kölcsönös. Most ezek után el kell, hogy mondjam, hogy Szinetáról volt szó, hisz ő éppen 90 esztendős volt, és neki szólt a gálaműsor. Köszönöm a beszélgetést önnel. Előzetesek, és már is jövünk vissza. A következő vendégünk dr. Havas Szófia, akit akkor a reggeli órákban már rögzítettünk. Tartsanak velünk, majd ezt követően jön az általán vélt objektív híradó, ha valakinek építő jellegű véleménye van, rajta ragadjon tasztatúrát, írjon levelet, és már is beszélgethet velünk. Tehát következik dr. Havas Szófia.